A Bábolnál működő lovas szakképző intézmény a tanév során több alkalommal is kitárja kapuit, hogy a továbbtanulásban érintett általános iskolások számára bemutassa az iskola működését, a diákok életét. A január 10-i nyílt nap különlegességet is tartogatott, hiszen egy komplett lovas szakmai bemutatót is rendeztek a lovartában. Nyílt napok sorozatán van túl a lovasiskola. Most már egy kicsit elszabdaljátok ezeket a nyílt napokat, többet is rendeztek. Miért jobb ez így, mint hogyha egy napra koncentrálnátok ezeket a nyílt napokat? Gyakorlatilag az érdeklődőknek az időbeosztásához alkalmazkodunk, hogy a szülők, van akik novemberben érnek rá jobban, van akik decemberben, van akik januárban érnek rá. Ugye nekünk az be kell kalkulálni, hogy ők elmennek még más iskolákat is megnézni, tehát ez az egész történet az alkalmazkodásról szól, az érdeklődőkhöz való alkalmazkodásról. Mekkora az érdeklődés a Bábolnai Lovasiskola iránt? Meglepő módon az első nyílt napunk az teltházas volt, sőt még álltak is a székek melletti részeken. A másodikon egy picit kevesebben voltak, és a harmadikon is elég sok volt az érdeklődő, tehát érdeklődőből nincs hiány. Nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sokan jönnek, sőt azt gondolom, hogy egyre többen jönnek el a nyílt napjainkra. A reklámtevékenység, illetve a legjobb reklám az az, hogyha szóbelileg mondják azt, hogy egy intézmény jól működik. Úgy látszik, hogy ez terjed egyre jobban az ország területén. Van-e arról információt, hogy a lovas szakmát hány iskola oktatja ma Magyarországon? Ma Magyarországon 12 vagy 13 iskola foglalkozik lovasoktatással. A jövőben viszont ez ugye fog majd változni, mert hogy az egész képzési struktúrát teljesen átalakítják, és még nem tudom pontosan, hogy hány iskola kap majd arra lehetőséget, hogy lovasoktatással foglalkozzanak. Valószínűsíthetem, hogy azok az iskolák, amik eddig foglalkoztak vele, valószínűleg meg lesz ugyanígy a kompetenciák, ugyanígy meg lesz a joguk ahhoz, hogy lovas képzésekkel foglalkozzanak. A nagy érdeklődés mellett hány tanulót tudtok fogadni, és milyen szakmákat tudtok kínálni nekik? A tanuló létszám, amit fogadni tudunk, az hasonlóan alakul, mint ebben a tanévben is. Tehát úgy szeretnénk felvenni, hogy 2-28-as osztály létszámú 9. osztályt szeretnénk indítani, egy 20 körüli létszámú érettségizett osztályt, illetve egy 16-os osztály létszámú belovagló osztályt szeretnénk indítani. A képzéseknek az elnevezése meg a rendszere viszont nagyon-nagyon meg fog változni jövőre. Ugye az új szakképzési törvény megjelenésével, az új OK-jának a megjelenésével a lovász, mint önálló alapszakképesítés sajnos nincs is benne az OK-jében, hanem olyan formában van benne, hogy gazda lovász szakirányjal. Ez viszont valószínűleg fog némi zavart okozni azoknak a fejében, azoknak az érdeklődőknek a fejében, akik nem voltak nálunk nyílt napon, mert ugye a nyílt napon lévőknek elmagyaráztam pontosan, hogy ez mit is fog majd jelenteni, viszont akik nem jöttek nyílt napra, csak egyszerűen megnézik a képzéseket, nem biztos, hogy tudják, hogy gyakorlatilag ez a lovászképzésnek felel meg, csak az elnevezésében lesz így, hogy gazda lovász szakirányjal. Általában túljelentkezés mutatkozik az iskolában? Igen, eddig túljelentkezéseink voltak, általában ilyen kétszeres volt a túljelentkezésünk. Hát most várunk, ugye a következő hónapban fognak beérkezni majd a jelentkezési lapok az intézményünkbe, és nem tudjuk még, hogy ez az átalakított struktúra következtében hogyan fog alakulni a jelentkezők száma. Nagyon reméljük, hogy nagy változás nem lesz benne, és hogyha változás lesz, akkor azt jelenti, hogy növekedni fog még a jelentkezők száma, nem pedig csökkenni. Milyen kompetenciákat vártok el az ide jelentkezőktől? Vannak-e elvárásaitok? Elvárásaink igen vannak. A kompetenciák közül az egyik legfontosabb az, hogy az elhivatottság az meglegyen a diákokba. Tehát a tanulmányi eredményt, ha nem is azt mondom, hogy mellékes, de másodsorban veszük figyelembe. Elsősorban azt nézzük meg a diákoknál, hogy megvan-e az a szakmai elhivatottság bennük, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ezt a lovász szakmát ezt tanulni tudja. Ehhez képest van-e lemorzsolódás aztán? Tehát, hogyha valaki ide jelentkezik és meggondolja magát, akkor vannak-e távozók, idő előtti távozók?
Hát természetesen azt gondolom, hogy minden intézménynél van ez így. Annak ellenére, hogy mi világosan elmondjuk, hogy mit tartalmaz a képzés, hogyan folyik a képzés, mire kell számítani, annak ellenére mindig akadnak olyanok, akik nem erre számítanak, és ha nem is teljesen lemorzsolódás, mert ugye lemorzsolódás azt jelenteni, hogy ő kikerül teljesen a szakképzésnek a rendszeréből, de átjelentkezők másik iskolába, azok vannak, de ugyanígy vannak hozzánk átjelentkezők is, tehát ide is jönnek gyerekek, oda is mennek gyerekek. Jellemző az egyébként ma sajnos a fiatalságra, hogy a kitartás bennük és az a fajta cél, hogy én ezt mindenképpen szeretném megcsinálni, amit kitűztem magam elé, ez egy picit csorbát szenvedett az utóbbi években, évtizedekben. Azért az látható, hogy aki a lovász szakmát választja, vagy lovas akar lenni, akár sport, akár munkaterén, azok azért tudatosabban válasszák ezt a szakmát, hiszen azért 14 évesen valljuk be, elég nehéz azt mondani, hogy én most tudom, hogy mi szeretnék lenni. Hát igen, ez egy nagyon sarkalatos kérdés, mert gyakorlatilag valóban így van, hogy 14 éves korában az ember nem nagyon tudja még, hogy mi szeretne lenni. Tudja, hogy mit szeret akkor, mivel szeret akkor foglalkozni, de hogy majd felnőttként mivel szeretne foglalkozni, ez sokkal nehezebb. Viszont azt azért látjuk, hogy ezek a diákok, akik hozzánk jönnek, ők az elhivatottságban, és végig is csinálják az iskolát, az elhivatottságukkal nincsen már probléma. Ő közülük sem fog mindenki a szakmán belül lóval foglalkozni, de lószerető, lókedvelő, lovat ismerő ember lesz belőle, és ami nekünk egy nagyon fontos, hogy nem csak jó lovászokat, hanem jó embereket is próbálunk megnevelni. A legutóbbi januári nyílt napotok rendkívüli esemény volt, hiszen egy komplett lovas szakmai bemutatót nézhetett meg a közönség közel egy órában. Így van, Bábon a város önkormányzatával karöltve egy lovas bemutatót szerveztünk a nyílt napunkra, ami azért is jó volt, mert egyrészt itt a célközönség az olyan emberekből állt, akik a lovat már szeretik és érdeklődést mutatnak e fele. Másrészt pedig ugye azok számára, akik hozzánk készülnek, az érdeklődők számára, legalább bemutattuk, hogy hogyan is folyik nálunk egy lovas edzés, már nem a lovász képzés keretében, hanem a belovagló képzés keretében, mert ugye egy olyan bemutató edzést mutattunk be, ahol a belovagló növendékeknek egy ugró edzése volt, Jónás Melinda tanárnő vezetésével, és Rozbán Ferenc tanár úr pedig kommentálta, hogy mit is látunk az edzés során, hogyan látjuk. Azt gondolom, hogy egy olyan pluszot jelentett Rozbán Ferenc tanár úrnak a szóbeli közlése, ami alapján egy oktatófilmnek is beillett volna az egész edzés, amit ott be tudtunk mutatni. Még számomra is voltak olyan dolgok, amik újdonságként hatottak. A szakmai program után az érdeklődők megtekintették a ménest, illetve a gyakorlati helyszínt tulajdonképpen, ahogy ez már szokásos az ilyen nyílt napokon. Igen, megpróbáljuk mi az iskolát objektíven bemutatni, tehát bemutatjuk a szép oldalakat, de bemutatjuk az árnyoldalat is, hogy mennyi munkával, mennyi lemondással jár az, hogyha valaki lovásznak szeretne tanulni, és természetesen bemutatjuk itt a helyben lévő egyik gyakorlati helyünket is, a Ménes udvar gyakorlati helyet, és utána ugye megnézik az iskolát, a kollégiumi épületét, bemutatjuk nekik, hogy hogyan folyik a kollégiumi élet, hogyan folyik az intézményben az oktatás, hogyan folyik a szakmai oktatás, tehát megpróbálunk egy elég széles palettán bemutatkozni az érdeklődők számára.